Szépen, elnök úr, tisztelt államtitkár úr! A Jobbik évek óta harcot folytat a végrehajtás alatt állók védelmében, azon belül is kiemel figyelmet fordítva a deviza hiteladósokra. Tesszük ezt azért, mert nem minden adós került önhibájából nehéz helyzetbe, a deviza hiteleket elszenvedőkre pedig egyértelműen kimondhatjuk, hogy banki csalások áldozatai. És ez a kijelentés még akkor is igaz, ha tudják ugyan fizetni a megemelt törlesztő részleteiket, de olyan követelést kell teljesíteniük, ami valójában nem járna a bankoknak. A Jobbik képviselői nem csak parlamenti felszólalásokkal, hanem az emberek között a kilakoltatásokon való személyes jelenléttel is próbálnak a rászorulók segítségére lenni, és nem egy esetben sikerült is megakadályoznunk magyar emberek utcára tételét. Azt tapasztaljuk, hogy számos esetben a végrehajtók még a fennálló jogszabályokat sem tartják be, és nincs az az erő, aki erre rákényszeríthetné őket. Pedig ahogy hazánknak jár a biztonság az illegális migrációtól, úgy a kilakoltatás előtt álló adósokat is megilleti a védelem. Amikor önöket szembesítettük a parlamentben azzal, hogy még mindig komoly anomáliák vannak a végrehajtási rendszerben, általában azt válaszolták erre, hogy nem a jogszabályok, illetve nem a Jobbik képviselők, hanem a jogszabályok védték meg ezeket az embereket, hiába voltunk jelen. A Jobbik képviselői minden esetben, amikor lehetőségük van erre, fellépnek, hogy ne kerüljenek magyar emberek az utcára, magyar családok az utcára, de ez sok esetben azt tapasztaljuk, hogy csak azon múlik, hogy mi ott voltunk-e ezeken a kilakoltatásokon. És felmerül a kérdés, hogy ha mi nem vagyunk ott, akkor kik járnak el, kik fogják a törvényeket betartatni? Sajnos a válasz az, hogy senki. Jogszabálysértésre pedig sajnos elég sok lehetőség nyílik. Kezdve onnan, hogy bankok százezres nagyságrendben adják el a nem egyszer vitatható követeléseket a behajtó cégeknek, akik végső soron, ha nem tudják szép szóval vagy fenyegetéssel behajtani azt, a végrehajtókhoz fordulnak. Az így átvett és megindított végrehajtások száma 700 ezer körül van Magyarországon, a kezelt ügyérték pedig évről évre emelkedik, több mint 300 milliárd forintnyi tőkét tesz ez ki minden évben. Fentiek miatt kérdezem államtitkár urat, hogy mikor intézkednek az iránt, hogy az összes kilakoltatás előtt álló végrehajtás törvényességi szempontból felülvizsgálatra kerüljön. Nem gondolják, hogy amíg ez megtörténik, azonnal el kellene rendelni a kilakoltatások felfüggesztését. Hajlandóak-e újra gondolni a bírósági végrehajtás állami kézbe vételét, és megszüntetni a jelenlegi magánvállalkozói rendszert, amely a profitot nem egyszer a törvényesség elé helyezi. Várom érdemi válaszait, államtitkár úr. Köszönöm szépen, képviselő úr! A válaszra Völner Pál államtitkár úrnak adok szót, parancsoljon államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. A végrehajtási eljárásokat illetően számos az adósokat kedvezően érintő törvény került bevezetésre az elmúlt időszakban, valamennyien tudjuk, 2010 óta. Fontos kiemelni, hogy ugyanakkor a végrehajtási eljárásokban az egyensúlyi szempont az egy olyan jogi tényező, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni a jogi eljárás során, ahol a végrehajtást kérő és az adós érdekek között kell egy jogi egyensúlyt teremteni. Ehhez kötődően a végrehajtási eljárások terekedében a kormány otthonvédelmi intézkedéseket hozott 2015. szeptember 1-i hatállyal, az adósságrendezési eljárásról szóló törvény, a magáncsőd törvény hatályba lépésével egyidejűleg került beiktatásba a végrehajtási törvénybe a lakóingatlanok vonatkozásában a végrehajtás kérőket, az árverési vevőket 2016. július 1-től a végrehajtókat terhelő jegyzők felé történő bejelentési kötelezettség. A VAT 138 C paragrafus alapján a lakóingatlan lefoglalásának tényét 2015. szeptember 1 óta végrehajtást kérő 2016. július 1 óta végrehajtási jog bejegyzéséről szóló határozat a végrehajtó részére történő kézbesítését követőt 15 napon belül köteles bejelenteni az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyzőnek. A lakóingatlan kiürítésének tényét a 154 A paragrafus 11. bekezdése alapján szintén köteles végrehajtó részére történt kézbesítést követő 8 napon belül bejelenteni az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyzőnek.
Jegyzetesítésének célja, hogy a lakóingatlannal üdülővel rendelkező adós és családja csak abban az esetben kerülhessen olyan helyzetbe, hogy az ingatlanát el kell hagynia, ha a jegyzői rendelkezés álló keretek között megpróbált gondoskodni az adós és családja lakhatásának biztosításáról, amennyiben arra az adósnak és családjának szüksége van. A VAT módosítás azt tette szükséges, hogy a magáncsődeljárásból vagyon vagy jövedelemhiány, illetve más kizárók miatt belépni nem tudók számára, akik lakhatásokat a végrehajtási eljárás kimentetől függően elveszíthetik, az állami és önkormányzati szervek hatékony segítséget tudjanak nyújtani a végrehajtás során. A módosítás nem csupán a gyerekes családokra, hanem minden családra vonatkozik. VAT kifejezetten rendelkezik arról, hogy a kiskorú személy érintettsége esetén minden esetben szükséges az illetékes gyámhatóság bevonása is. A végrehajtási eljárásban érintett adósoknak lehetőségük van jogi tanácsadásért a területileg illetékes jogi segítségnyújtó szolgálathoz fordulni, tehát nem szükséges országgyűlési képviselők bevetése. Továbbá az illetékes család és gyermekjóléti szolgálat megkeresése mindenképpen indokolt, illetve az érintetteknek esetleges segítségét fordulhatnak a települési önkormányzat szociális osztályához is. A végrehajtási eljárásban az adósnak, illetve a kötelezett a végrehajtás fogalmazása során rendes jogorvoslattal, végrehajtási kifogással élhet, amelynek célja, hogy a bíróság a törvényesség és a megalapozottság szempontjából megvizsgálja a végrehajtó eljárását, ha a szabálytalan megszüntesse a jogsértést. A végrehajtási kifogásnak a végrehajtási törvényben szabályozott bármely végrehajtói tevékenységgel kapcsolatban helye van. Jogorvoslatás esetén az adós végrehajtási eljárás felfüggesztését is kérheti. Az adós eredményes jogorvoslata esetén a bíróság a végrehajtó intézkedését, vagy akár már az elrendelt végrehajtást megszünteti. Ha a bíróság eljárása során előterjesztett jogorvoslat nem vezetett eredménye, az adós a polgári perrendtartás szabályai szerinti végrehajtás megszüntetése korlátozása iránt pert is indíthat. A bírósági végrehajtó eljárását továbbá a magyar bírósági végrehajtói kar is rendszeresen ellenőrzi, amelynek következtében fegyelmi eljárás kezdeményezésére is sor kerülhet a jogszabálysértő végrehajtóval szemben. Tehát megvannak a végrehajtásnak a törvényes keretei, képviselő urak által folytatott tevékenység inkább katasztrófa turizmusra emlékeztet engem. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megkérdezem Staud Gábor képviselő urat, hogy elfogadja-e az államtitkári választ, parancsoljon. Államtitkár úr, nem tudom elfogadni az utolsó megjegyzését, meg nem értem. Az a katasztrófa, hogy nem raktak magyar embereket az utcára? Az a katasztrófa. A Jobbik képviselő, amikor kint voltak, segítettek, és úgy tűnik, és ezt a korábbi felszólalása, amit öntett itt a parlamentben is megerősíti, hogy ha a Jobbik képviselői nem lettek volna jelen, akkor a magyar jogszabályokat senki nem tartatta volna ott be. Nem volt ott végrehajtói kar, nem voltak ott ezek a kiváló törvényben megnevezett szervezetek és jogi segítséget nyújtó személyek, a Jobbik képviselői voltak ott, és még egy dolog, államtitkár úr, itt nem csak nagy dolgokkal kell gondolni, amikor az igazság ügyi bizottságba beterjesztettük, hogy például végrehajtás alól mentes legyen, ne csak az a gépjármű, ami mondjuk az adós, fogyatékkal élő adós miatt kerül ebbe a kategóriába, hanem hogyha a gyermeke fogyatékkal élő, akkor ez is egy ilyen kategória legyen. Ezt önök elutasították. Azt kell gondolnom, hogy önöknek nem fontos, hogy valójában ezektől a kis dolgoktól haladva a nagyokig megoldjuk ezt a szociális problémát. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt ház, képviselő úr nem fogadta el az államtitkári választ, ezért kérdezem önöket, elfogadják-e azt? Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés az államtitkári választ. 111 igen, 42 nem és egy tartózkodó szavazattal elfogadta.